Az ukrajnai háború következményeire figyelmeztetett Európában, és bűnnek nevezte a közintézményekben előforduló korrupciót Ferenc pápa. A katolikus egyházfő szerint már zajlik a harmadik világháború. Erre példa Ukrajna, de Szíria már 17 éve él borzalmas konfliktus közepette. Kifejtette, a háború őrület, amely mindig pusztításhoz vezet, melyben az egyik agresszió a másikat követi, miközben az emberek éheznek és fáznak, az emberiség fejlődés helyett a pusztítás útját járja. A pápa szerint az ukrajnai háborúnak egész Európában társadalmi következményei lesznek, melyekre fel kell készülni. A harcok tipikus következményének nevezte az inflációt, valamint a megemelkedett villany és gázárat. Ferenc pápa aggasztónak nevezte az emberek között terjedő közönyt a másik problémái szenvedése iránt. A katolikus egyházfő emlékeztetett, karácsonykor a gyermekre kell tekinteni, aki megváltást hozott a világba.